Nincs polgármester jelöltjük, ám mind a 10 választókerületben indítanak képviselőt. Európa napot tartott a DK, az MSZP és a Jobbik. Indulhat a Dózsa-György utca aszfaltozása, a lakossági önerő mellett önkormányzati forrásból lesz zökkenőmentesebb a közlekedés. Holnap meglepetést kapnak a kerékpárosok, reggel 7-től bringás reggeli lesz a Bethlen Gábor téren. Óriási siker, még a környező településekről is jönnek megnézni Bogyót és Babócát. Küzdöttél, de már nem lehet. Csöndöl el át és szeretet. Ezzel az idézettel kezdődött meg a Közösségek Háza nagy termében dr. Szabó Kocsis János búcsúztatója pénteken délután. A nyugalmazott határőrezredes életét, karrierjét Rémán János elevenítette fel. Mint a beszédben elhangzott, a család mellett Kiskunhalas várost is pótolhatatlan veszteség érte, hiszen dr. Szabó Kocsis János településünk egy ikonikus szaktekintélye volt. Munkáját a belügyminisztérium is több alkalommal, különböző kitüntetésekkel, emléktárgyakkal ismerte el. A Végkúriában tartott Európa napon a kampányfőnök ismertette azt a 3 vezérelvet, melyet képviselve a DK, az MSZP és a Jobbik összefogás jelöltjei Kiskunhalason a szavazók bizalmát kérik, hogy megszerezhessék a többséget. Nagy Szabolcs beszélt a fejlesztési irányokról is. Végig kell gondolni például az útviszonyokat, nagyon rossz minőségűek az utak Kiskunhalason. Gondoljunk bele abba, hogy egy nagyobb esőzés, egy nagyobb vihar után az utcák úsznak, nem megfelelő a vízelvezetés. Különböző tározók épültek az elmúlt évek során, de nem megfelelően működnek, nem jók a szivattyúik. Ezek mind olyan dolgok, amik a mindennapi embereket és a kiskunhalasiaknak az életén tudna javítani. Ezeket kell átgondolni, és itt kell lépésről lépésre fejleszteni és tovább lépni. Azt lehet tudni, hogy polgármester jelölt miért nincs? Mi ennek az oka? Mi úgy gondoljuk, hogy a testületi többség, ha megvan, akkor az megfelelő képviseletet tud nyújtani a kiskunhalasiaknak. Illetve azt is látni kell, hogy a polgármesternek, mint egy személynek egyetlen egy szavazata van a testületben. Hogy többsége van az ellenzéki együttműködésnek, akkor ugyanúgy a polgármesternek is képviselnie kell a mi álláspontunkat. Bemutatkoztak a Kiskunhalason induló önkormányzati képviselőjelöltek. Az egyes választókerületben Martin Szilvia, a kettesben Rétfalvi Józsefné, a háromasban Dudás Imréné, a négyesben Várnai Iván, az ötös számú választókerületben Tóth János, a hatosban Harkai Péter, a hetesben Kolompár Sándor, a nyolcadik választókerületben pedig Magyar Noémi indul. A 9-es választókerületben Volosznyiszki Bíró Anna Mária, a 10-esben pedig Jakab Leila indul a DK MSZP Jobbik együttműködés színeiben. Az eseményen részt vett Rónai Sándor, a DK Európa Parlamenti képviselője. A politikus szerint összefogással meggyengíthető az Orbáni rendszer. Azért hoztuk létre ezt a 3-as szövetséget, a Szociáldemokrata Zöld Szövetséget, az MSZP-DK párbeszéd részvételével, hogy kisebbségbe tudjuk szólítani az európai parlamenti választásokon Orbán Viktort és a Fideszt. Amennyiben ez sikerül, akkor másnaptól, tehát június 9-e után mi előrehozott választásokat fogunk követelni, mert azt gondoljuk, hogy ha európai választásokon kisebbségbe szól Orbán Viktor, akkor minden jogát elveszíti ahhoz, hogy tovább folytassa ezt a kormányzásnak nevezett álmokfutást. Mi 5 évvel ezelőtt is azt mondtuk, hogy egy erősebb, egységesebb Európára van szükség, ami abban nyilvánul meg, hogy Európa sokkal jobban vigyáz az állampolgáraira. Ha úgy tetszik, egy még szociálisabb, még gondoskodóbb Európára van szükség, és Magyarországon is ez lenne a fő irány. Egy sokkal szociálisabb, sokkal érzékenyebb kormányzásra van szükség. A jobboldali politikát fel kell váltsa egy szociáldemokrata politika, ahol az emberek valóban számíthatnak az államra, valóban számíthatnak arra, hogy az állam, a kormány az gondoskodik róluk. A politikus válaszolt a felmerülő kérdésekre, majd Szűcs Imre, a Jobbik Bács-Kiskun vármegyei alelnöke ismertette álláspontját a választással és annak igazi tétjével kapcsolatban. Az Európai Parlamentben, hát ugye hosszú gondolkodás után, de azért rájöttek, hogy pártunk és népünk kormánya nem úgy gazdálkodik az Európai Uniós pénzekkel, ahogy kellene. Ezért is vannak befagyasztva a források. Kitaláltak egy fantasztikusan jó ötletet, hogy nem a kormányra bízzák ezeket a pénzeket, vagy ezeknek a pénzeknek egy jelentős részét, hanem odaadják az önkormányzatoknak. Na most itt jön a nagyon fontos kérdés, mert abban az esetben, hogyha
kormánypárti, tehát Fidesz-KDNP-s képviselők vannak többségben egy városi testületben, akkor ugyanúgy Mészáros Lőrinc fog gazdagodni ebből a pénzből, ahogy eddig is, meg az összes többi fideszes oligarha. Ellenben, hogyha ellenzéki képviselők, akár az összefogás képviselői, DK-s, Jobbikos és az összes többi ellenzéki képviselő kerül többségben, onnantól kezdve a város már kénytelen lesz arra költeni a pénzt, amire az Unió küldi. Ezért rendkívül fontos, hogy a városi szavazópolgárok mindenképpen ellenzéki képviselőkre szavazzanak. Itt a kiskunhalasi Dózsa György utcában tavaly augusztus 1-én kezdődött meg a rekonstrukció. Elsőként a Kiskunvíz Kft. Munkatársai vonultak fel a munkagépekkel, felbontották az aszfaltozott felületet, majd ezt követően hozzáfértek az ivóvízhálózati csövekhez, melyet kicseréltek, és több helyen a bekötő vezetékeket is kicserélték. Szerencsére a Kiskunvízzel és az összeszolgáltatóval tulajdonképpen jó kapcsolatunk. Amikor felvetődik a lakossági igény egy ilyen útépítése, útfelújításra, akkor mi megkeressük a közműszolgáltatókat, jelezzük, hogy van egy ilyen tervünk, ők megnézik a saját nyilvántartásukat, hálózatukat, hogy ott az alatt milyen műszaki állapotú közművezetékeik vannak, és hogyha ez indokolt, akkor elvégzik a cserét nyilván az útfelújítás előtt. Dózsa György utcán is így történt, itt is volt egy olyan ivóvíz nyomó vezeték szakasz, amit ki kellett váltani, és akkor ezt a Kiskunvíz elkészítette. Ott volt a Dózsa György utca esetében volt egy időbeli csúszás a kettő között, mert miután a Kiskunvízesek végeztek, akkor azért volt egy elég hosszú periódus, amikor nagyon még az korábbinál is rosszabb volt az út, de aztán végül is ugye utolérte ezt az útépítés és a lakossági kezdeményezés. A munkaműveletek a Szász Károly és Nagy Szeder utcák közötti legalább 300 méteres szakaszt érintik. Ugye a Dózsa György felújítása szemmel láthatólag előre haladott ütemben van. A kivitelező legfrissebb esése szerint talán ennek a hétnek a végén kerül sor az aszfaltozásra, és azt követően pedig majd a patkarendezési kiegészítő munkálatokra, tehát kb. 2-3 héten belül már teljes értékűen használható lesz az utca. Ez egy aszfaltburkolatot kap, tehát egy hengerelt aszfaltburkolatot, gyakorlatilag egy teljesen jó járható felületet. Ez egy 21 millió forintos, bruttó 21 millió forintos vállalkozási szerződés keretében valósul meg. Ez pedig az önkormányzat az érintett ingatlan tulajdonosokkal közösen finanszírozta a lakossági útépítés, útfelújítás programunk keretében. Tehát gyakorlatilag a beruházási összeg felét ezt az érintett ingatlan tulajdonosok adták össze, másik felét pedig az önkormányzat. A közlekedőktől a következő hetekben megértést, türelmet kérnek a kivitelezők, hiszen a további munkaműveletek is forgalomkorlátozással, időszakos lezárással járnak, azt kérik, ha lehet, válasszanak kerülő utat. A közös lakossági önkormányzati útépítésre, rekonstrukcióra már tucatnyi példa van Kiskunhalason. Csak jó példákat lehet hallani. Közel 20 utcában valósult már meg ilyen közösségi útépítés a városunkban. Jellemzően ezek földes utaknak a szilárdburkolattal történő ellátására irányultak, tehát úgy gyakorlatilag új útépítésre. Útfelújításra, emlékeim szerint ez az első, itt a Dózsa György utcán, viszont ez is szerencsére nem volt egy könnyű folyamat, de szerencsére a lakók kétharmada végül is úgy döntött, hogy ő ezt szeretné, és így aztán megvalósulhatott ez a felújítás is. Az utóbbi hetekben sorra érkeztek csoportok a Csetényi Élményparkba, ahol egy színes kiállítás várja a gyerekeket, felnőtteket. Május 1-én nyitottuk meg a Csetényi Park fogadó épületében a Bogyó és Babóca kiállítást, és eddig közel majdnem 300-an látták. 14 vitrínbe kerültek bemutatásra a Bogyó és Babócának az életének minden egyes mozdulatai, illetve 15 tablón az írónő pedig bemutatja a munkásságát, illetve azt, hogy mondjuk ezek a képek, vagy akár ezek a vitrinek is, ahogy elkészültek, ez egy utazó kiállítás, innen majd megy tovább Budapestre, és tőlünk pedig hozzánk pedig külföldről érkezett, de nagyon sok csodálkozó tekintetű gyereket és szülőt láttunk már így az elmúlt hetekben, akik nagy tetszéssel fogadták a kiállítást. És az erdő lakói körbe tették. Alfonz a tücsök magával hozta a hegedűjét is. A halasi érdeklődők mellett gyakran fordulnak meg itt csoportok, családok a környező településekről is.
Bácsalmási Kossuth utcai óvodából érkeztünk egy kis középső csoporttal. Minden évben szoktunk elmenni kirándulni, ezért azért választottuk, mert ez közel volt, vonattal megközelíthető, és úgy hallottunk erről a csodálatos parkról, ami tényleg nagyon lenyűgözte a gyerekeket és a felnőtteket is egyaránt. Ez közösséget épít egyaránt, meg a szülőkkel is sokkal jobb lesz így a kapcsolatunk, egy kicsit erősödik, nagyon sok minden új ismereteket is tanulnak a gyerekek, ugye a tanösvényen, ha végig sétálunk, akkor már a múlt héten is a madarakfák téma hete volt, és ezáltal akkor most így meg is élőben is megtekinthetjük. És a természet közelsége az mindenképpen nagyon fontos szerintem a gyerekek számára is ebben a digitális világban. A gyerekeket és szüleiket láthatóan elvarázsolták a teremben látott vitrinek. Jó volt! Mi tetszett a legjobban? A Lili! Melyik a kedvenc karaktered? Miért szereted? Én a Bogyó Babocát szeretem. Ez a kiállítás direkt erre a korosztálynak szólt, és nálunk ugye Bobó Babóc, a Mancsőjárat, meg a hasonló rajzfilmek mennek, ezért úgy gondolom, hogy ezek a jelenetek, ez teljesen pedagógiailag is megfelel ennek a csoportnak, és tökéletileg tökéletes volt. A Bogyó és Babóca kiállítás most szombatig tekinthető meg a Csetényi Élmény Parkban. Szombatig lesz látható. Ezt a programot Bartos Erika írónőnek a meseprogramja zárja, ami viszont előregisztrációhoz kötött, és mind a két alkalom már a nagy örömünkre, de teljesen betelt, tehát új jelentkezőket nem fogunk tudni fogadni, de a kiállítás szombatig még megtekinthető bárki számára. Bringázz a munkába! Erre biztatnak mindenkit a bringás reggeli szervezői, országszerte, így Kiskunhalason is. Május 14-én kedden lesz az akció. Halason reggel 7 órától a készlet erejéig tart a bringás reggeli, helyszín a Bethlen Gábor tér kerékpárút melletti szakasza. A támogatók jóvoltából műzliszelet, üdítő és kakaóstiga várja a munkába, iskolába kerékpárral közlekedőket. Az ország több mint 100 pontján lesz május 14-én bringás reggeli. A kerékpározás egészséges és környezetkímélő. Erre szeretné a kampány és az akció támogatói a lakosság figyelmét felhívni.